Köszöntöm nézőket a Délinek Kulturális Központban. Hamarosan kezdődik a 9. ések gólyabálya, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diák önkormányzat segítő pedagógusával, Szarkányi Tóth Andrával beszélgetünk erről. Mit kell tudni a mai napról? A mai napról azt kell tudni, hogy ez egy háromnapos rendezvény záró eseménye lesz. Ezt a háromnapos rendezvény gólyanapok néven neveztük el, több évre visszamenőleg, és a mai nap lesz a csúcs, idézőjelben csúcs rendezvénye. Ez azt jelenti ugye, hogy a 9-eseket tulajdonképpen most fogadják refisekké? Gyakorlatilag igen, azt jelenti. És mi lesz a program? A program az lesz, hogy egy kis viccesebb gólyaesküt kell majd a gyerekeknek, a 9-eseknek letenni a színpadon, majd elfoglalják a helyeiket, és a gólyatáborban, illetve a gólyanapokon készült kis meglepetés videófilmmel filmet fogjuk levetíteni, majd a 10-es tanulók kis meglepetés műsora fog következni. Három osztály van, úgy tudom, tehát ők fognak, lehet-e tudni valamit, hogy milyen vicces előadások fognak elhangzani? Természetesen igen, mert tegnap volt ugye a főpróba, egyébként többször láttam már a gyerekek próbáit. Az egyik osztály picit komolyabb hangvitelű történetet fog előadni, ők a Légy jó, mint halál egy című musicalből adnak elő részleteket, nagyon ügyesek. A másik két osztály viccesebbre vette a figurát, hát azok is fantasztikusak lesznek. Azt látom, hogy itt mindenki nagy izgalommal ül befele, tehát a szülők is jönnek, nézik a gyerekeiket, de ez a szülők számára is egy nagyon jelentős nap. Hát igen, úgy gondolom, hogy azért 8. tehát általános iskolából nagy az ugrás, nagy az átmenet egy középiskolába, úgyhogy feltételezem ezért izgatottak. És egyébként hogyan lehet értékelni a gólyanapokat? Jól sikerültek? Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon aktívak voltak a gyerekek, jól érezték magukat, úgyhogy remélem, hogy ez fog látszódni majd a kis videófilmen is. Igen, hiszen mi is voltunk ott, láttuk, hogy azért volt ott ősember nap, falusi napot is tartottak, tehát sok-sok olyan feladat volt, ami összekovácsolta egy kicsit a gyerekeket. Igen, három napon keresztül minden napra ráhúztunk egy témát, és az első napon kellett a gyerekeknek falusi asszonynak és embernek költözni, amikor önök kint voltak készíteni az anyagot. Kedden ősembernek és ősasszonynak kellett költözni, ma pedig kémeknek. Úgyhogy az nagyon izgalmas volt. Akkor a kiskémek már megtették a feladatukat, és akkor most én azt gondolom, hogy jövő héttől utána már mindenki teljes jogú refisnek érezheti magát. Gyakorlatilag már holnaptól, igen. Jó munkát kívánunk! Nagyon szépen köszönöm!